Sziasztok, Güth Ervin vagyok, és ez itt a Szabad Péntek, a Szabad Pécs heti podcastja. Ebben az adásban Ian O'Sullivannel beszélgetünk, leginkább zenéről és egy kicsit a papucsokról is. A mai epizódot egy szolgálati közleménnyel kell kezdenem. Koronavírus járvány miatt most egy ideig megint nem szemtől szemben veszük fel a podcast adásokat. Semmi meglepőt nem mondok azzal, hogy Pécs zenei élete különleges. Szóval az axiómát tudjuk, de azért bizonyításként itt most mindenki képzelje el ide kedvenc pécsi zenekarát, amelyiknek a hatása túlmutat a városom, vagy több kedvenc pécsi zenekarát. De abból is látszik Pécs könnyű zenei életének különlegessége és hatása, hogy gyűlölői is vannak, akik például a Köszönjük, de nem kell több pécsi zenekar címen működő Facebook oldalon adnak hangot fővárosi frusztrációjuknak. Semmi gond, ilyen ez a popszakma, tudják ezt azok is, akik benne vannak. És Ian O'Sullivan vitathatatlanul benne van, és bármerre járjon a jövőben, benne is marad Pécs könnyű zenei életében. Pedig az írzenész nem ilyen karrier tervezett, amikor több mint 10 évvel ezelőtt tanulni jött az orvosi karra. Mondjuk tovább is maradt, mint azt eredetileg gondolta volna. Közben útjára indította és szervezte az open mic esteket, amikor bárki felmehet zenélni a színpadra. Zenésztársaival pedig megalakította a Mongoose and the Magnetet, amivel már országos, sőt némi nemzetközi hírnévre is szert tettek. De Ian O'Sullivan most szólóban is kijött egy dallal és egy videóval, de persze nem csak erről kérdeztem. Van már papucsod? Tessék? Van már papucsod? Tudod, miért kérdezem? Nem tudod, miért kérdezem. Azért kérdezem, mert pár éve csináltam veled egy interjút, és az volt az egyik kérdésem akkor, hogy mi az a furcsaság számodra, amit még mindig nem tudtál megszokni a magyarokból, és akkor így a papucsot említetted. Hogy mondanak, hogy fejről, igen, van sport papucsom. 300 forint volt a déliból, déli pályaudvar mellett, Kiskunhalyból, viszont, és ez a második szett, mert az első ilyen kávé, nem tudom, 3 hét után, akkor az induló magasság ilyen 2 centi volt, és 2 hét után, akkor ez másfél milliméter. Persze, viszont, de nem hordom bent. Hát zakniban vagyok, vagy cipő, de nem szoktam papucsgatni, oda-vissza mászkálni a lakásban. Jó, akkor ezt azért is kérdeztem ezt, mert hogy azt hallottam, hogy akkor ezek szerint már nem Pécsen van a papucsod. Nem, most Budapesten vagyok egy ideig, mert hát ezt játszottam, ezt a játékot, oda-vissza megyek Budapest és Pécs között, és a küldetés Pécsen volt, de most ez lassan vége van. És idén egy kicsit nehezebb volt fenntartani, hogy lent van egy lakás Bécsen, és itt fent Budapesten is a barátnőmmel, szóval sajnos egyelőre még mindig a lakcímkártyámon van, hogy Bécsen vagyok, viszont fél a budapesti. Hány évet éltél itt folyamatosan? Hát 10 év és fél, vagy 10 év és 3/4, szóval majdnem 11. Csak mert hogy orvosira jelentkeztél itt, vagy ide jártál, és azért ennél tovább tartott ez a dolog. Á, mondjuk igen. Szóval ez 6 éve az orvosi tudományi egyetem tanulás, ezt végeztem, utána beindultam azon a nagy PhD programba, és ez hivatalosan vagy 3 vagy 4 éve, és csak az utolsó rész, amikor publikálni kell, és össze kell élni a diplomamunkát, ilyesmik, ez egy kicsit ilyen ez egy lassabb rész, mert ez nem csak rajtam múlik, hogy beküldöm dolgokat, szóval kb. Az utolsó kis 5%, 10%, ez már tart egy kicsit. Viszont a zene miatt főleg maradtam itt, és eddig oké, ismét szerintem. És akkor azt mondod, hogy zeneileg inspiráló a város. Ja, igen. Elég nyitottak az emberek zenéhez, és van itt egy, mondjuk, nem tudom, hogy ilyen kultúra, hogy van példaképek köztünk, hogy kik voltak előttünk, vagy nem előttünk, mert még mindig élnek, a lovasiék például. Viszont van egy ilyen út, és mindenki támogatja, hogy ki lesz a következő, vagy mi van. Szóval ezért ilyen nagyon büszke voltam, hogy én tudtam ilyen részt venni ebben a
Töltelemben, ugye a Ez hogy pécsi jött egyébként? Tehát zenéjük hogyan folytál vele itt a Pécsen a zenei életbe? Tehát hogy mik voltak ennek így a lépései? Én szerintem az írszalmazás miatt én első pillanattól kívántam, és néztem, hogy mi hol van a zene, és volt zene, de nem volt, nekem nem volt elég. Szóval azonnal kezdtem ilyen kb. Szervezni egy open mic zenei esemény, és ott kezdtem gyűjteni a kontaktokat. Viszont szóval én állandóan mentem a PCS Café-re nézni koncerteket, de szerintem a Napoli vagy az Eosinban kezdtem nagyon ilyen ismerkedni zenészeket, mert ott voltak állandóan, akkor ilyen pont, akkor ilyen nagyon durván indult a Punani Massive, és kicsit később a Halad Pénz. Szóval mindenki csak igazából ott voltunk dumálni, zenelni, mindent. Szóval ez már szerintem itt voltam egy éve, eddig kezdtem csinálni valamit, de 3-4 éve, és már majdnem 90% a pécsi zenészek már megismertem meg. Ja, ez egy közösség kb. Ja. Uh-huh. Említetted az open mic eseményeket, azokkal most mi a helyzet? Tehát ugye gondolom pandémia helyzet van, de hogyha, tehát hogy ezeknek továbbra is te vagy a motorja, nem? Az open mic, ez idén lett volna az első fél évben, az akkor lett volna az utolsó, mert egyre többet vagyok Budapesten, vagy egyre többet nem tudom, vagy stúdiózok, vagy turnézok, vagy ilyesmi, és annyiszer, hogy volt egy jó, most ez a 10. éve az eseményre, az első 8,5 év alatt szerintem egyszer nem voltam ott. Minden második hét ott voltam, csak egyszer annyira beteg voltam, hogy nem tudtam oda menni, viszont amúgy másfél év alatt egy csomószer volt, hogy nem voltam ott, és én éreztem, az nem az a lényeg, hogy én csak ott tartom, mert hát miért inkább adom oda azok az embereknek, aki ez az első dolog, ez a fő dolog, mert ez nekem nagyon sok élet adta, és ez volt nekem, mint friss levegő, minden második hét, hogy tudtam zenelni, és inkább adom oda, hogy én a fiatalabb diakoknak adom oda, és ők tud tartani a tüzet. Csak most persze, hogy kiszálltam kvázi azonnal, bedurvult az egész szituáció. Volt egy ilyen utolsó, ami történt, nem tudom, márciusban, és azóta inkább szeptemberben is döntöttek, hogy nem, inkább nem kockázunk. Persze, ez szóval teljesen értető, de akkor volt. Azt mondod, hogy lenne olyan, aki ezt így folytatja, ezt a projektet. Persze, nem akartam csak feladni. A végén ez nem csak ez én egyedi, egy emberi munka, szóval majdnem minden nem ritkán van egy dolog, amit tényleg egyedül lehet csinálni. Volt egy csoport is, magyarok és külföldiek és együttműködés és minden, szóval én odaadtam nekik is. Uh-huh. Ja. De dalokat lehet egyedül írni. Most igazából ezzel is beszélgetünk, mert hogy egy új dallal, meg egy új projekttel jelentkeztél, ami talán az első szóló projekted, mert eddig igazából a zenekarokból ismerhetett a nagy közönség. Igen, kezdtem, mert régóta gitároztam, és ez volt az első hangszerem, viszont zenekarban, amikor kezdtünk alakulni, akkor ez gyorsan láttam, hogy mennyire nem jó, mondjuk, vagyok az elektromos gitára. Sokkal jobb volt a Magnus, szóval gondolom, jó, akkor én leszek basszus gitár, és inkább nagy bőgőt lesz. És az mindig volt az első, de mostanában én rájöttem, hogy van, hát én vágytam egy kicsit többet, nem csak a nagybőgőzás, és egyre kevesebb énekeltem a zenekarban, egyrészt, mert hát elég nehéz volt nagybőgőzni, főle, és énekelni, és minden. De írtam egy csomó számot, amit nem illik a zenekarhoz, és utána gondoltam, hogy ezt kimondja, hogy nem illik a zenekarhoz, ezt te mondod, hogy nem illik a zenekarhoz, vagy a zenekar látja így? Ja, mert ez egy érdekes kérdés, hogy ha van 3 ember, vagy 4 ember, most 4-en vagyunk, by the way,
hogy mi az, ami a zenekarnak a stílus, mert persze, hogy változik, egy jó zenekarnak a stílusa változik, és evolúciójában, viszont hova megy, mert egyeztetni kell kb. Mert lehet, hogy kezdtünk igazából nagyon véletlenül, és van ilyen random számok, ami kicsit, az kicsit, ez, de mi döntöttünk, hogy ez nekünk az a közös sound, és hogyan én, ha én írom egy számot gitáron, néha van, hogy jó, akkor mutatom a Magnusnak, és mondja, hogy igazából nem így gitározok, mert mindenkinek van a hangja, amikor énekel, de amikor zenelget is, és én egy nagyon máshogy gitározok, mint ő. És ez nem hogy valaki rosszabb vagy jobb, csak más, és ő, ha ő gitározik máshogy, ő nem érzi, hogy ez az ő hangja a gitáron. Szóval van, aki nem mindig itt volt, csak néha olyan számokat, vagy ilyesmi. Szóval whatever, raktam, semmi baj, mert mindig ilyen volt több ötlet. Szóval ezt válogassunk, amelyik működik ez a zenekarban. Jó, de most egy elég erős dalra jelentkeztél legalábbis szerintem, tehát hogy ez tehát egy erre is azt mondták a többiek, hogy hát ez nem annyira hozzá. Ja, őszintén ezt nem is mutattam a zenekarnak, mert nem, mert ez csak nem tudom, ez csak más. Szerintem ez nem a Mongoose, és pont akkor mi felvettünk, dolgoztunk egy kis lemez, a következő Mongoose tudsz egy kicsit más irányba lesz, és ez szerintem ez fura lenne, szóval én éreztem, és főleg ilyen, fura lenne, ha Magnus énekel azokat a szöveget, mert ez teljesen ez én vagyok. Szóval nem tudom, ez csak nekem számomra obvious volt, mert egy idő után sokat zenélgettem a zenekarban, de mellette sokat is, de úgy rájöttem, hogy nem akarok csak feldolgozásokat csinálni, és összeraktam az én számokat, mert én akartam, hogy legyen saját számom is, ami csak én vagyok, és ez lett. Én mindig, hát én koncerteztem, mindig csináltam, és mindenki dudál a koncert után, és az, ami nagyon érdekes, hogy én beszélgettünk valakivel, aki akar segíteni, építeni a karrieremet, és ez volt a mondat, hogy nagyon jó az a szám, de a referenc szerintem nem fog futni. És mondtam, hogy ez nekem ez a legjobb rész valószínűleg. Ez amit dudál mindenki után, és mondtam, nekem nem megy. Hát meglátjuk. Oké, hogy saját dalt akartál, saját videóklipet is akartál? Kell videó? Egy, nem tudom, egy szóló projekttel indítás, akkor hogy érzed? Az életünkben nem kell csinálni semmit, csak kell elfogadni a következmények. Viszont a mai világon, ha nem tudom, zenész vagyok, és zenelek, és hangokkal foglalkozok legjobban, de persze a videó ez egy rész mostanában, hát szerintem egy jó 40 év volt. Szóval van egy ilyen love-hate relationship, hogy én néha imádom ezt a médium, mert ez lehet kiegészíteni egy ötlet, és képileg egy kicsit más, hogy csinálni valamit, hogy legyen nem egy plusz egy, ez kettő, inkább három lesz, hogy egy nagyobb dolog lehet csinálni, hogy én teljesen látsz valamit és érzed valamit, de másrészt, hogy ez annyira nem az én világom. Szóval én ezzel kerestem segítséget, mert mindenképpen akartam csinálni egy jó videót, de mindenképpen akartam, hogy én nem rendezek meg. Szóval ez volt az ötletem, és kerestem egy jó rendező, és a barátnőm, és a zenésztársaim, ismersem mindenki, és leültünk, és szerintem találtunk valami, ami nagyon passzol, hogy a vibe ilyen nyári hangulatos, de
ez van egy ilyen boldogság, de van egy ilyen kis melankolia keserűség benne is. Szerintem ez tudja, hogy ott van. Ez egy első dal volt valami nagyobb projektből, vagy ez hogy tervezett, hogy merre megy tovább ez a akkor Ószálüven néven futó projekt? Igen, ja, szóval ez nekem ez az első állomás, mondjuk. Szóval ez az első. Szerintem nem tudok, nem fogok meghalni, eddig nincs kint egy nagy lemez. Mert ez bennem van, és ez nagyon akartam megcsinálni. Szóval van már még a következő két szám, már Kult, amiről szágban a producernek, és mi már dolgozunk vele. Vannak két remix, pont erről a számról is, ami jön decemberben. Egy magyar producer csinált az egyik, egy ír producer csinált a másik, szóval ez nagyon jó nemzetközi produkció, és vannak sok-sok ötletem, mert igazából ráérek. Szóval ezzel nagyon nyomom, és ez nem csak egy szám és kész, ez nagyon, ez csak az indulás, induló pont nekem, és nagyon boldog vagyok, mert tényleg semmiból indulok, hogy oké, persze, hogy zenelgettem egy pár évet, és van egy kis ismertségem, viszont két hét ezelőtt akkor indultam ezt a projekt, és van egy Spotify, és egy követő van, és ez én vagyok, és most két hét múlva akkor 13 000 hallgatás volt, és ez nekem igazából az óriás nagyon jó, hogy itt indult, de én mindig egy-két lépés előtte vagyok, szóval még mindig én most a harmadik számon vagyok. Említetted, hogy ráérsz, ez a karantén miatt van? Ezt jól sejtem, vagy hogy értetted ezt, hogy ráérsz ezzel foglalkozni? Egyrészt, mert nem túlnézok, szóval hétvégek, amikor van koncert, akkor ez nehéz, mert nagyon durva a magyar naptár, ez zenésznek, ez elég durva működik, mert kb. Mindig stressz az, hogy na most kell csinálni valamit szeptember vagy októberben, hogy legyen valami érdekes az összi szezonban, és amikor az van, akkor, és utána turné, egy pár hét szünet januárban, de rögtön mindenki mondja, hogy jó, akkor kell valamit, mert mindjárt lesz a festival season, és kell egy nyári valamit, kell egy tavaszi valamit turné, utána van a festival season, az nyomod, és a végén akkor elfáradsz augusztus végén, és mindenki szeptember elején fordul rá, na, mikor lesz a következő nagy lemez? Szóval ez elég durva, hogy ilyen, az mindig, és van egy kis levegőt ilyen szempontjából, de másrészt, hogy mindig az volt, hogy elég erősen nyomtam a kutatási munkát, és mellette zene, és most beadtam a hogy hívják a duplamó munkámat, ez most indult ezt a vége ebben, és ezen kívül most nem dolgozok. Szóval én ebben az évben én zenész vagyok, szóval mondanék, hogy ráérek, viszont nem csak ülök a kanapén, hogy minden nap megyek egy kis stúdióba, és dolgozom rendesen. Oké, de mondjuk zenészként, nem tudom, könnyebb, vagy nehezebb, nem tudom, átvészelni a karantén. Most akkor nyilván elmaradnak koncertek, ez a megélhetés szempontjából nem feltétlenül hangzik túl jól nyilván, de hogy mondod ezt, hogy ráérsz, inspiráció van? Van. Mert ebben, amikor kezdtem ebbe ez a projekt, hogy körülnéztem, hogy mi van a laptopon, mi van a telefonomon, a régi felvételek és ötletek, és 12-15 számot találtam rögtön, és az, hogy egy gitár és éneklés kis dalom, ez egy valami, de hogy ilyen kiegészíteni egy teljes stúdió fajta demo, ez sok munka, szóval rengeteg inspiráción van, de munka is, hogy ilyen összerakni azokat, és kitalálni, hogy működik ez hangilag. Szóval van. Az inspiráció, ez van. Persze, hogy pénzileg ez nagyon nehéz, mert ha nem kapsz millió nézők, vagy ilyesmi a YouTube-on és a Spotify, akkor gyakorlatilag ez
ez a digital és a zene felvétel, ez inkább egy reklám a koncerteknek. És amikor csinálsz a koncert, akkor kapsz pénzt. De a 70-es években az pont fordítva volt, hogy csinált egy felvétel, és ebből kaptál a legtöbb pénzt, amikor megvettek a bakelit, és a koncert inkább ez csak a reklám volt, mert a nagy pénz máshonnan jött. De most így élünk, hogy nem tudunk koncertezni, csak azt terveztem idén, hogy nagyon sokat fogok művelni, és nagyon sokat zenét fogok kreatálni, szóval spóroltam a pénzt tök véletlenül, hogy idén lenne egy ilyen nagyon ilyen alkotói év, hogy én nagyon-nagyon sokat dolgozom felvenni, szóval van még kis maradék pénz, mondjuk szerencsés voltam ilyen szempontjából, de nagyon-nagyon hiányzik, hogy nem azért akartam zenész lenni, hogy egyedül ülök egy szobában, és sok szinti van körülöttem. Ez abszolút nem volt a tervem, nagyon-nagyon hiányzik azt a kapcsolat, hogy van valami megmagyarázhatatlan ebben, ami számomra nagyon-nagyon fontos, ez nekem ad életet, és ez nagyon-nagyon hiányzik, de szerintem óriási év lesz 2021-ben. Lehetett, nem tudom, hogy nem óriás koncert, de legalább óriás minőség, mert ez szerintem mindenképpen, mert mindenki nagyon örülni fog, mert azok a koncertek, ami történt, szeptemberben, októberben, ilyesmi, én láttam és éreztem, hogy keves volt, de aki kevesen voltak, és aki volt, nem annyira szabadon voltak, mert mindenki, hát érzed, hogy az egész hát nagy van mindenkinek a vára én mostanában. Magánemberként hogyan éled meg, vagy mondjuk hogyan élted meg a tavaszi lezárásokat? Magyarországon voltál? Igen, ja, az volt a szerencsem, egy-két kell voltam szerencsés, hogy március elején mentem Írországba, és vettem fel ezt a számot. Visszajöttem, és nem tudom, 4 nap múlva, akkor bezárták mindent. Szóval ez pont jó volt, hogy ilyen volt időn dolgozni ezzel. És ja, kb. Itt voltam, és azt csináltunk a barátnőmmel, mert ő egy joga oktató, egy edző. Neki volt az ötlet, azonnal, hogy jó, akkor 14 nap karantén, akkor csináljuk egy 14 napos karantén challenge nevű sorozat, és hirtelen videóoperátor lettem otthon, és azt árultunk online, és ebből éltünk egy kicsit. Szóval ez nagyon sok időt tett, ez segített. Nem tudom, ez elején jó volt otthon lenni, nem csinálni semmit, mert néha kell egy ilyen kis levegőt. De most már ez nehéz, mert érzem, hogy ilyen hiányzik dolgokat, Írországba mennék, viszont ez egy 214 napos karantén program lenne, szóval ez elég durva lett. A kreatív energiáid egy része az bekerül a zenekarnak a repertoáriába is, vagy minden most akkor egy az egybe a saját projektedre fókuszálsz? Azt is kérdezhetném, hogy lesz-e valami újdonság a Mobile Museum The Magnettől? Aha, most van egy pár hónap, amikor főleg én a saját utcomra koncentrálok, viszont már nem tudom, 3 hét múlva találkozunk, és csináljunk egy dalírás hétvége, szóval vannak a háttérben, vannak már 2-3 szám, ami nagyon-nagyon jó állapotban van, vannak, szóval tavaszon lesz nagyon-nagyon jó cucc, és ezt nagyon várom. Viszont ezt találtunk ki, hogy ez igazából az egy elég 2020 probléma, de főleg de sokan a művészeknek, hogy egy idő ez pénz, vagy nem tudom, hogy én idő ez kérdés mindig, hogy sok időt kell eltelni mindent, és inkább fókuszálok a saját cuccomra, és utána a Mongoose, és ha egybe, akkor igazából minden kettő egy kicsit rosszabb jön ki. De vannak sok, főleg ez az indulás, ez nagyon-nagyon sok energia, de utána szerintem menni fog mindkettő. Köszönöm szépen akkor a beszélgetést. Ja, köszönöm szépen a hívást.
Ez volt a Szabad Péntek második évadának 11. adása. Ha egy kicsit is tetszett, akkor adj nekünk egy következő esélyt és iratkozz fel a csatornánkra. Ha valamilyen észrevételed van a podcasttal kapcsolatban, akkor írj nekünk e-mailt a szabadpecs@szabadpecs.hu címre. Ha pedig támogatni szeretnél bennünket, akkor ezzel kapcsolatban minden információt megtalálsz a szabadpecs.hu/támogatás oldalon. Köszönjük!